준비라는 거죠. 따라 백 준비. Nézzétek meg! Így néznek ki, a nyelve is, és utána döglik meg. Sikerült elszórni a ganét, mutatom is, hogy mekkora területet. Félig el volt szórva. Szavasz, tündér! Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. Itt van Tündi is, ő is üdvözöl. Nyomjatok egy lájkot, azt mondja, ha tetszik ez a videó. Meg szeretném mutatni egy kicsit a hasát, hogy milyen nagy Tündinek. Azaz. Várjuk a kis csikót, igaz, tündér? És egy trükköt, hogy hogyan vidd hátra a szénát úgy, hogy ne gazoljál semmit. Úgyhogy innen a jászolyból fogjuk hátravinni a kecskéknek, mert itt benn napközben nincsenek, és akkor, hogy azt is egyék meg. Utána kihoztuk ide, bele fogjuk borítani abba az etetőbe. Keressünk kameraszöget. Ez ennyi volna. Menjünk, nézzük meg a nyulakat. Szia, tündérke! Itt vannak Zsuzsinak a nyúljai. Gyere ide! Itt vannak benne az én nyúljaim is, csak vagyis már a másik nőszíjé. Ott vannak még 6 darab összesen. Itt van az anyuka, szépség, hűszi. Itt vannak a lepkék, ha valakit érdekel, akkor van eladó. Azon kívül ő az anyuka. És azon kívül bármelyik van bakkis nyöstén is. Itt a másik ketredben is van 2, ezek is szintén eladók. Ez a 2, mert ő itt az anyuka. Nem tudom még mi lesz a videónak a címe. Amúgy. Előre jöttek a kecskék is enni. Lilik, kakos. Itt még van egy nyuszi, és még van egy lógófülű, törpekósorú. Csak nem forognak ide. Sziasztok! Na úgy! Itt
vannak a napfürdős tyúkoink. Alszanak. Itt kell kivigyük mindjárt. Remélem, hogy fogok tudni videót készíteni. És még mielőtt erre térnénk, mondjátok meg, hogy mivel lehet ezt kezelni. Ki vannak himlősödve a kakasok. És nem csak a kakasok, a tyúkok is. Nézzétek meg. Így néznek ki. A nyelve is. És utána döglik meg. És nem szeretném, hogy az a pár nyolc, vagy akárhány tyúk mindig kárba vesszen. Úgyhogy valamit ki fog kelleni találjunk. Nos, így állunk a galambokkal. Ennyi van. Az idén nagyon el voltak szaporodva az egerek, és ezáltal nagyon sok megevődött. Ezért nem is szaporodtak. Úgyhogy két pár romángagyás egy fél, két pár szávaforkú, egy és fél pár indiai. Ezek vannak most. Jövőre remélhetőleg, hogy tudunk rendes ketrecet csinálni, ahol majd költeni is tudnak. És így nézünk ki, ezekkel megyünk most bele a télbe. Ugye majd kell még takarítani náluk. És van két csibénk, amiket úgy a kotló keltetett ki, aztán elhagyta, és így nappal itt vannak, este meg bevisszük a ládából. Kettő maradt, ugyanis egyet a kis cicus megpapált. Na, és akkor mivel, hogy vége itt a bemutatónak, még picikét megnézzük, és megyünk, hogy indítsuk meg a traktort. Itt van a póni. Indítsuk meg a traktort, kell adjunk neki tüzet, és akasszuk fel a szekeret, és vigyük ki. Ide be vannak ülve napközben picihez. Nagyon szeretik itt, nem tudom, hogy miért. Kicsit megzavarlak, lányok. Ez a legszebb tyúk. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Szia, pici! Köszönj a nézőidnek! Pici volt véve az első YouTube fizetésből, úgyhogy ő marad még egy darabig. És remélhetőleg tavasszal meg is búgassuk, ugyanis már búgott kétszer, csak télire nem szeretnénk kis malacokat, úgyhogy majd tavasszal. Igaz, pici? Köszönj a nézőidnek! Icuska! Igen. Na, amit még meg szerettem volna mutatni nektek, készítettünk három magaságyást, amiben van retek, ami látható. És még mindig csomó retek, csak már fagy le. Vetettünk spenótot. Hova álljak a fény miatt? Spenótot és salátát, amit sikeresen a madarak kiettek. És hagymát, amit zsíros kenyérrel szoktunk enni. Úgyhogy ennyi van még. Itt nőtt meg a spenót. Jövőre tervezünk több magaságyást, és a többi részt azt a kutyáknak, hogy legyen nagyobb helyük. Mivel, hogy ez régi traktor, 1950-60-as évekből származik, ezért nincsen neki, vagyis volt elektromos indító, ízisztó része, megmutatom.
ezért mindig tüzet kell adni. Tehát itt volt, ide jött rá a test, ide bement, és itt volt a izítás része, ami most nekünk hiányzik. Ezért tudjuk meg, hogy mindig tüzet fogunk adni neki téli időszakban. Úgyhogy most azzal fogunk foglalkozni. Indítsuk majd a traktort, reméljük, hogy az akkumulátor bírja.
És ki is érkeztünk a helyszínre. Nem tudom, mennyit fogtok majd látni a videóból. Ennyit hoztam a tegnap, ez lesz ma. Gondolom, hogy elég lesz. Reméljük, hogy kibírja a traktor, vagyis a szekér. Ugyanis nagyon meg van pakolva, meg is van görbülve. És megijedtem, hogy eltörött a deck a gerendély, de nem azt törötte, hanem csak egy lemez. Úgyhogy nincsen baj. Egy kicsit kapart kettessel, de jó feljöttünk. Nincsen baj. Ezek a fránya juhosok, hogyha nem legeltetnék le, akkor pont szuper lenne. Jönnek most is ide fürdetni, és hát ott vannak, kezelik. Két-három sereg. Nézzétek meg. Ott fent is. Ott is jönnek. Közel vagyunk a legelőhöz, és ezért. Na mindegy. Fogjunk neki, mert így nem leszünk meg. Sikerült elszórni a ganét, mutatom is, hogy mekkora területet. Félig el volt szórva, és utána történt, és itt alul még van egy rész, amit megint csak megszórtam, féligen túl, úgyhogy ha ide hozok egy szekérrel, az még elég lesz, és akkor folytassuk itt lennébb, hogyha még lesz ahonnan. Úgyhogy idáig lett elég, mint látható, idáig, és innen majd folytassuk arrafelé. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Én az Állattartás falun az Önellátás fele csatornától voltam. Mindenkinek csodaszép napot, estét kívánok ki, amikor nézi ezt a videót. És legyetek jók, és majd a következő videóban találkozunk. Remélhetőleg egészségben, békében, és minden, ami kell. Úgyhogy sziasztok!